Itt a Napi Retro, a régi idők nagy pillanatai. A stúdióban már várja önöket Séda Zoltán. Köszöntök mindenkit, 1987-ben járunk. Ebben az évben volt nagy sláger a Dolly Roll-tól, az Elpattant egy húr. És ebben az évben kérdezték meg a fehérvári dolgozókat arról, hogy mit gondolnak, hogy reggel 9 óra előtt nem lehet alkoholt venni, és persze arról is, hogy mennyire ápolnak meghitt viszonyt emenedővel. Reggel 9 óra előtt tilos alkoholt vásárolni. Önnek mi erről a véleménye? Nagyon helyesnek tartom egyébként, mert később is lehet, hogy ha valaki akarja megvásárolni, akkor később is meg tudja vásárolni. Mi a véleménye? Ez az intézkedés segít az alkoholizmus visszaszorításában? Nem venné észre egyébként. Sokkal több a részeg ember azóta, mint azelőtt. Úgyhogy... Hol lát ön részeg embereket délelőtt? Végig kell nézni az utcán, végig kell menni, és akkor meg lehet látni, hogy vannak részeg emberek. 9 óra előtt is? Igen, hogyne. Tulajdonképpen szerintem az, hogy 9 óra után vagy előtt adják a szeszes italt, azt hiszem nem befolyásolja és nem meghatározója annak, hogy most több szesz vagy kevesebb szesz fogunk fogyasztani. Én most is azt mondom, hogy szerintem az, hogy 9 óra után lehet csak szeszt venni, ez nem fogja befolyásolni azt, hogy az emberek többet igyanak vagy kevesebbet. Egyébként ön sem antialkoholista, ugye? Végül is tulajdonképpen nem, ezt nem lehet azt mondani, hogy antialkoholista vagyok, viszont azt hiszem, hogy amit a kosár is elárult, hogy egyrészt amit én megiszom, az megpróbálom kultúrált körülmények között és nem egyedül elfogyasztani, mert általában barátok jönnek, ismerősök, nyilvánvaló, hogy az ember elfogyaszt egy üvegsört vagy két üvegsört, az azt hiszem, hogy még nem jelenti azt, hogy valaki részegeskedik, vagy attól esetleg másnap ne tudná elvégezni a munkáját. Mi a véleménye arról, hogy csak 9 óra után vásárolhat januártól szeszes italt? Hát ez nem megoldás különben az egészben. Megmondom össze miért, mert az ember megveszi a piát este, nem kideszít fesz, hanem megveszi az az egy litert, vagy a fél litert. És akkor reggel úgy, hogy papíján, ahogyan idáig szokott. Ez volt már a Napi Retro, nem sokára találkozunk ismét valahol a múltban.